Jelen pillanatban Magfalván vagyunk, bárka képzésnek a második részén. A bárka képzés az arról szól, hogy közösségek felkészüljenek az önellátó életmódra, életvitelre, megszűnjenek a függőségek, megszűnjen a félelem, és hát, ahogy itt körülnéztek, mindenféle ügyködés van, eddig kenyérsütés volt, meg gyógynövényezés, népi gyógyászat, állatvágás reggel, délre meg is ettük, és hát most jelen pillanatban éppen csontkovácsolás, kenés, inazás, tehát minden olyan képzés, ami ahhoz kell, hogy egy család, egy kisebb közösség függetlenedni tudjon a gyógyítástól, energiaellátástól, élelmiszeripartól, tehát az egész pókhálótól, ami körülvesz minket. Ezt a falut, ezt 3 évvel ezelőtt kezdtük el építgetni, most itt tartunk, semmiféle hálózattól nem függünk, nincs áram a faluban, látjátok fönn a napkollektorokat, megpróbálunk mindent kézi erővel, illetve állatokkal intézni. Ki kell jönni a városokból egészségesen, épkézláb emberként élni, normálisan, kapcsolatban az agyaföldel, mezitláb járni, és természetes módon próbálni intézni az ügyeinket. Hát voltatok itt pár órát, láttátok, hogy miről szólnak itt a dolgok. Itt tényleg minden normális emberi kapcsolatról szól, minden arról szól, hogy egymást segítsük, támogassuk, amivel tudjuk, tudással, gyúszóval, egy zsák liszttel, bármivel. Úgyhogy hát a magon belül a legfontosabb program a túlélés szempontjából ez a 3E, tehát energia, élelmiszer, egészség. Az előző alkalommal, tehát az egyes bárka képzésen csináltuk ezt a kemencét. A párja, tehát a jobb oldali az már régóta megvan, a bal oldalit azt most csináltuk gyakorlatilag egy nap alatt. Tehát ennyi kell, meg 500 tégla egy kemencéhez, és az ember már független egy csomó mindentől. Tehát már a leggyengébb minőségű bármivel, szőlővesszővel, kukoricacsutkával, napraforgószárral, bármivel elfűtöget. Tehát ha ezt bent csinálunk egy ilyen kemencét az épületbe, akkor ezzel megoldódik a fűtés. Az élelmiszer megint egy olyan dolog, hogy hát a veteményes kertünk az egy 10x10 méteres, tehát a főszernövények, a fűszernövények, az alapvető zöldségek már ezen megteremnek, de természetesen vannak azért szántóföldjeink, van tömkölybúzánk, sok minden van. Köszönöm.